Zöldséggyümölcs standokat és az ehhez hasonló szezonális időszakhoz kapcsolódó helyeket, árusokat ellenőrzi kiemelten minden évben a Nemzeti Adó és Vámhivatal a nyári vizsgálatok során. Az operatív ellenőrzéseken figyelik az áru eredetét, a számla és nyugtaadás betartását, valamint azt is, hogy időben és szabályosan jelentették-e be az alkalmazottakat. Tavaly nyáron 135 alkalommal szabtak ki mulasztási bírságot a megyében, majdnem minden második helyen találtak valamilyen problémát a szakemberek. A szezonális ellenőrzési akciónk tapasztalatai azt mutatja általában, hogy azok a vállalkozások, akiket ilyen időszakokban ellenőrizünk, számítanak már az ellenőrzésekre, úgyhogy ezt elkerülendően általában más megyei revizorokkal dolgozunk, hogy legalább a revizorokat ne ismerjék fel a vállalkozások. A legtöbb esetben az online pénztárgép használatával voltak problémák. Országszerte jelenleg körülbelül 217 ezer pénztárgép működik, a megyében 10.500. Szeptembertől újabb 30 ezeret helyeznek majd üzembe. Ezeknél a vállalkozásoknál azonban már nyáron is számíthatnak a revizorokra, akik addig is a nyugtaadást figyelik majd. Az elmúlt 16 hónapban országszerte kiemelt ellenőrzéseket végeztek a NAV-osok. Ezerszer vizsgáltak a NAV szakemberei úgynevezett fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat. Ebbe a csoportba tartozik többek között a szolárium és a masszázscentrum is. A revizorok azért választották ezeket a szolgáltatásokat, mert szeptembertől itt is bevezetik az online kassa kötelező használatát. Tavaly éves szinten 2900 ellenőrzést tartott a megyei adó- és vámigazgatóság. Összesen 110 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A felkeresett vállalkozások 47%-ánál találtak valami problémát. A nyári időszakban akár nyitvatartási időn túl is ellenőrizhetnek a revizorok.